zölden hirdeti a felirat, rakamazra is megérkezett a tavasz. Az őszi, téli energiaválság miatt több intézmény kellett idélenesen bezárni vagy rövidíteni a nyitvatartásukat. Bár a bevezetett intézkedéseknek köszönhetően jelentősen több mint felére tudták csökkenteni a kiadásaikat, a 2023-as évben az energetikai fejlesztések lesznek a középpontban, mondta 35 perc című műsorunkban Bodnár László polgármester energetikai fejlesztéseink vannak folyamatban a közintézményénknél, így a művelődési központ, az egészségház, bentlakásos szociális otthon, ami 47 fő idősnek ad gondozást és elhelyezést, illetőleg a, a Két óvodának a, az energetikai korszerűsítése, tehát napelemmel történő ellátása, fejlesztése történik, illetőleg a két óvodai épületünknek a külső hőszigetelés, a nyílán záró cseréje. Ettől mit várunk? Milliós nagyságrendű megtakarítást, ami az önkormányzatra rá is fér. Rengetegen használnak kerékpárt a településen, de a turisták körében is nagyon népszerű a nyíregyházát tokajjal összekötő bicikliót. Ennek használt rakamazon is érzik. Ez egy nagyon jól sikerült és eltalált beruházás volt a Nyíregyháza Tokaj közötti kerékpárút. Két részre bontanám. Egyrészt közlekedésbiztonsági szempontból a kerékpárosok helyzete, tehát az ott közlekedők biztonsági helyzet jelentősen javult, illetőleg a turisztikai forgalom is megnövekedett. Itt Tokaj előtt azért megállnak Rakamazon, és ott van nekünk a a honfoglaláskori leleteket, illetőleg a múltbeli értékeinket bemutató látogatóközpont, ami már a pandémia ellenére tavaly jelentős mennyiségét, tehát több ezer fős éves látogatottságot hozott. Ezt főleg iskolások, gyermekcsoportok, illetőleg felnőttek is igénybe összik, de jelentős a gyermekcsoportoknak a látogatottsága. A nyári időszakban is szívesen fogodják a turistákat a városban. Májusban majálisra, júniusban lurkó piknikkel, szeptemberben pedig almafesztivál a várják a látogatókat rakomazon.